reggelek néha nehezen indulnak, főleg, ha valaki a gazdi ágyába tölti az éjszakát. Persze, azért Bendűt egy kis szeretgetéssel mindenre rá lehet venni, szóval indulhatunk a munkába. Mint látjátok, Púrázon Bendű nagyon biztonságosan sétál, és épp úgy viselkedik, mint minden kutya. Néha persze ledúcol váratlanul kiálló dolgokat, de épp oly ügyesen kerüli is őket. A villamoson és bármely más tömegközlekedési eszközön Bendű sokkal jobban viselkedik, mint mindenki más. Elfekszik és csendben van. Kell lennie több. Mi mindenhová, ahová csak tudjuk, visszük magunkkal. Bendű végig csinálta velem az egyetemet, és most együtt is tanítunk. Imádja ezeket a helyeket, mivel sok a történés. Leginkább odafekszik és megy, ahol sok a zaj, hiszen neki ez egy fontos input. Otthon lenni nem a kedvenc elfoglaltsága, de nekünk se. Szóval az esti kimozdulós programnál is velünk a helye. De ahogy már láttátok, táborozás vagy éppen a nyaralás is számunkra csak vele képzelhető el. Az életünkben az, hogy ő nem lát, nem okozott változást, csak annyi a különbség, hogy meg kell tanulni sokat beszélni a kutyához. Vigyázz, megáll, marad, lépcső. Beiktatásánál nem igényel nagyobb melót, csak éppen annyit, mint egy másik kutya. Gyere, lépcső, gyere. Megáll, megáll, marad. Most marad. Pedig pár kérdésre pár válasz, amivel mindig találkozunk, amióta Bendű bennünk van. Gyere. Bendűt a Brit Pásztor SOS kutyamentésnél fogadtuk örökbe, azóta is millió hála nekik, hogy nekünk adták a lehetőséget, hogy Bendű az életünk részese lehessen. Mi már így fogadtuk őt örökbe, hogy nem látott, de ettől nem vagyunk jobb emberek, egyszerűen ez nekünk nem számít, mivel Bendű támunkra ugyanolyan kutya, mint a látók. Habár nem mondom, mindig találkozunk sajnálkozó pillantással, hogy választhattunk volna akár egészséges kutyát is, de ez minket nem érdekel, hiszen számunkra ő tökéletes. Mióta vak? Nem tudni, de több mint valószínű, hogy kiskutyakora óta már kezdett homályosodni neki a világ, de mindenképp láthatott, mivel fordítja a szemét a hang felé, és elvileg ez egy jel. Miért vak? Ez egy border collie fajta betegség, sajna örökíthető, és ha elindul, a teljes vaksághoz vezet, és sajnos nem műthető. Bendű szemének csillogását ez a betegség okozza. De akkor is, a vakutyának is lehet teljes élete, és erre Bendű a bizonyíték. Ha van még kérdésetek ezzel kapcsolatban, írjatok, kommenteljetek, és én szívesen válaszolok.